Napozás, fürdőzés, ezek a tevékenységek a nyárhoz, pihenéshez tartoznak. Azonban a visszértágulattal küzdőknek vigyázniuk kell ezekkel, mondja a szakorvos. Akinek visszértágulata van, az a túlzott napozástól mindenképpen tartózkodjon, mert a meleg az a vénák tágulatát, további tágulatát hozza létre, ezáltal a tünetek fokozódásához vezet. De hasonlóan káros a tartós meleg vízben történő fürdőzés is. Hasonlóképpen a trombózis veszély is nőhet ilyenkor, hiszen minél tágabb egy vér, annál nagyobb a pangás, és egy lassult áramlás az hajlamosít akár egy felszínes trombózis kialakulására, akár mélyvénás trombózisnak a veszélyét is növelheti. Ezért például a gyógyfürdők meleg termálvizeit kerülni kell ilyen problémákkal. Minden nap láthatunk reklámokat különböző tablettákról, amiket a vízszeres panaszokra ajánlanak. Ezek vény nélkül kaphatók a patikákban. Segíthetnek, mondja a szakember. Gyógyszerek között jó néhány van, amely a viszértágulatokkal rendelkezőknél a vénás keringést javítják, csökkentik az ödémas készséget, gyorsítják az áramlást a vénában. Így az átalakozott tüneteket, amelyek meleg időben jóval kifejezettebbek, ezeket nagyon jól tudják csökkenteni. Szájon át szedhető készítményeknek előnyös hatásuk van, főleg a nyári nagy melegben, amikor a panaszok azok gyakoribbak viszeres betegeknél. A kompressziós harisnya viselése is segít ilyenkor. Fontos a mozgás, a legjobb az úszás, kerékpározás, labdajátékok, sétafutás. Kerülni kell azonban a súlyemelést és a testépítést, mert ezek növelik a vénás nyomást az alsó végtagban. Vannak vénákra ható testgyakorlatok, ezeket gyógytornászok alkalmazzák és megtalálhatók a világhálón. Hazánkban a visszérbetegség népbetegség. Élete során a lakosság több mint fele szenved valamilyen visszérbetegségben. Nőknél gyakoribb, de az idősödéssel növekszik mindenkinél a betegség kialakulásának veszélye.